2. Egy gyönyörűséges sorozatnak az első alkalma következett el most. Ez a sorozat elsősorban a hitvallásunkat veszi tételről tételre sorba. Jelesen Böjte Csaba atyának az elgondolása szerint ez az végiggondolása a mi hitünknek, egyben az eukarisztikus világkongresszusra való fölkészülés része. Az első tétel a hitvallásban, hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében. Most tehát elsősorban az atyákhoz szólunk, az édesapákhoz és azokhoz a férfi emberekhez, akik atyai példaképek az ő gyermekeik számára, legyenek azok akár az édes gyermekek, akár pedig azok, akiknek az életét befolyásolják. Mit is jelent az atyaság, mit jelent az apaság? Jelenti azt, amit Isten megjelenít a számunkra. Jézus azt mondja erről, ne hívassátok többé magatokat atyának, mert egy a ti atyátok az Isten. Vagyis annyiban lehet büntetés nélkül, vagy kárhozatosság nélkül hordozni az apa-atya nevet, amennyiben megjelenítjük, vagy hasonlóvá tesszük önmagunkat a mennyei atyához. Kicsoda ő? Az a tekintély, az az Úr, aki előtt imádással leborulunk, és aki példakép igazodási pont. Az édesapáknak, az atyáknak ilyen igazodási ponttá kell lenni a gyermekeik számára, a gyermekeik előtt. Két szempontból. Először is hitelességükkel, vagyis, hogy amit mutatnak, amit mondanak, azt élik is, eléjük élik a gyermekeiknek. Másrészt pedig a boldogságuk érdekében, azért, hogy gyermekeik boldogok legyenek. Ehhez okvetlenül szükséges, hogy az egyre bonyolultabbá váló világunkban tájékozódni tudjanak. Jelenítsétek meg tehát Isten atyaságát. Hitelesen, tekintélyé válva, hogyha utánoznak benneteket, akkor boldogságra jussanak.